Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Amikor a hét első napján, húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, a pünkösdi esemény, amikor a sok nyelvű, sok nemzetiségű zarándok mind a maga nyelvén hallotta az örömhírt, visszautal egy ősi történetre, a Bábel tornya történetére, ahol a nyelvek összezavarásáról hallunk. Igen, gyakran mind a két történetet egy kicsit félreértjük. Azt gondoljuk, hogy a nemzetek és nyelvek sokfélesége a bűn következménye. És a Szentlélek egyik ajándéka az, hogy ezeket megsemmisítve teremt egységet. Azonban a Biblia egyáltalán nem erre tanít. A Bábel-tornya történet az ókornak a rettenetes világbirodalmait ítéli el, elsősorban Babilont, de más hozzá hasonló világbirodalmakat is, amelyek kicsi nemzeteket eltiportak, deportáltak, tönkretettek. Úgyhogy Babilon környékén valóban igazi bábeli zűrzavar volt, sokféle nyelv, amelyek mind a megsemmisítésre voltak ítélve. Nem a nyelveket és népeket megszüntető globalizmust tartja helyesnek a Biblia. A Szentlélek ajándéka nem egy a nemzetek sokféleségét fölülmúló egység, hanem ennek a sokfajta népnek a saját kultúráját, múltját, nyelvét őriző egy családba összefogó hitben, szeretetben való egyesítése. Elérkeztünk az idei évben a trianoni békediktátum 100. évfordulójához. Azt gondolom, hogy Pünkösnek nagyon fontos üzenete van ebben az évben nekünk, magyaroknak.
Szeretnék egy pár szót arról mondani, hogy hogyan is tekintsük keresztény emberként a történelmünknek ezt a nagyon nagy tragédiáját, fájdalmát. Hogyan tekintsünk rá úgy, hogy közben szeretni akarjuk a szomszédos népeket. És leginkább van-e kiút, merre van a kiút a történelmünknek ebből a nagy mélypontjából. A múltat földolgozni és megbocsátani nem azt jelenti, hogy úgy teszünk, mintha ennek a fájdalma nem létezne. Nem tudjuk kitörölni sem az emlékünkből, sem a szívünkből ennek az eseménynek a rettenetes fájdalmát, és nem is akarjuk. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy a feketét is fehérnek mondjuk, a rosszat is jónak mondjuk. A Biblia erre tanít, a szeretet nem örül a gonoszságnak, hanem örömét az igazság győzelmében leli. Kedves testvérek, ami 100 évvel ezelőtt történt, az fájt 100 évvel ezelőtt, és fáj ma is. Igazságtalan volt 100 évvel ezelőtt, és igazságtalan ma is. A Trianon földolgozásának az egyik első lépése, hogy merjük bátran kimondani a fájdalmunkat. Fáj az, hogy a Kis-Magyarország határain belül összesen kb. 7,6 millió magyar maradt csak, és a határainkon kívül rekedt 3,5 millió magyar. És ezeknek a fele közvetlenül a határaink mellett élt, színtiszta magyar területeken. Nagyon könnyen lehetett volna egy sokkal igazságosabb határt meghúzni. Fáj az, hogy az akkori európai győztes hatalmak nagyon nagy közönnyel nézték egy kicsi népnek a fájdalmát, nem törődtek vele. Trianon első földolgozása a fájdalmunk kimondása. Sokféle oka van annak, ami történt. Az egyik legfőbb oka nyilvánvalóan a török hódoltság. A török idők előtt Magyarország lakossága kb. 4 millió volt, a török kiverése után kb. Csak 2 millió. A történelem egy nagy csodája, hogy ebből Magyarország föl tudott még egyszer támadni. De az okok között ott van a magunk felelőssége is, és úgy gondolom erről is fontos beszélnünk és tudnunk. Ott van például az, hogy a magyar politikai elit a nemzetiségeink vágyát az önállóságra, a függetlenségre, vagy egyáltalán nem hallotta, nem érezte, vagy nagyon-nagyon későn. Fájdalmas példája ennek 1871, amikor a monarchiában nagyon sokan javasolták a cseh kiegyezést, amely a cseheknek is egyenlő jogokat, függetlenséget adott volna a monarchián belül, mint Magyarországnak. Ennek az egyik legfőbb ellenzője sajnos akkor a magyar parlament volt. Nem hallottuk meg a nemzetiségeink vágyát és kiáltását. De azt gondolom, hogy Trianon földolgozásának van egy következő nagyon fontos lépése, amit talán sokan nagyon nehezen teszünk meg. Meg kellene tanulnunk átélni a szomszédos népek örömét. Azt az örömet, hogy Szlovákia, Horvátország, Szlovénia, Románia, Ukrajna, a szomszédos népek
sokan történelmükben először megvalósíthatták az álmukat, a saját kultúrájukat maguk alakíthatják, ápolhatják. Azt gondolom, meg kell tanulnunk őszintén átélni a szomszédos népek örömét. És talán még ez sem elegendő, a legfontosabb lépés a negyedik. Mégpedig az, hogy megtanuljunk 100 év után lassanként talpra állni. Úgy gondolom, hogy a 20. században a magyar nép rettenetes tragédiákon ment át. 2 szörnyű világháborút éltünk végig. Vérbe folytották az 56-os forradalmat. 2 rettentő diktatúra volt fölöttünk. A legszörnyűbb a század elején a trianoni békediktátum. Ezeket a terheket a népünk mind a mai napig hordozza. Görnyedünk alatta. 100 év után meg kellene próbálnunk lassan talpra állni. Ahogyan mondja a Biblia, az ellankadt kezeket emeljétek föl, az elroskadó térdeket egyenesítsétek ki. A magyar népnek meg kellene tanulnia újra alkotni, egymás kezét újra megtalálni. Meg kellene tanulnunk újra hinni és remélni, újra építeni, mindenek előtt a családjainkban. Emlékezve Márton Áron, Erdély püspökének tragikus, de igaz mondatára, Erdélyt a magyar anyák veszítették el. Meg kellene tanulnunk újra építkezni, élni, álmodni, küzdeni. Ennek úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos lépése az, hogy megtaláljuk a szomszédos népek kezét is. A történelmünk nagyon fájdalmas, de óriási tanúsága ez. A Kárpát-medencében Isten egymás mellé helyezett minket, testvérnek. Együtt tudunk boldogulni. A Ferences gimnáziumba jártam, és egy nagyszerű magyar tanárunk volt. Az atya rengeteg órát szentelt arra, amit ő így nevezett, hogy szomszéd népek irodalma. Tanultunk szlovén, horvát, szlovák, román költőktől, íróktól. Döbbenetesen nagy élmény volt. Nyitotta a szívünket, a szemünket. Milyen jó lenne, ha minden magyar iskolában valami hasonló történne. Zarándokolni voltunk egyszer Erdélyben. Bementünk egy román ortodox kolostorba. Hogy beértünk a templomba, kérdeztem a román vezető atyát, hogy imádkozhatunk-e. Látszott, hogy az atya nagyon ideges, remegett a keze, nem tudta, mit mondjon. Végül bólintott, mondta, imádkozzunk. Akkor először is elmondtuk a mi atyánkot románul, mert megtanultuk, olvastuk, de szépen tudtuk olvasni. Aztán énekeltünk egy éneket is románul. Az atya teljesen meg volt döbbenve. Aztán imádkoztunk és énekeltünk magyarul. A végén ez a román ortodox atya megszólalt magyarul. Köszöntött minket. Sokféle ajándékot adott. Sok ott levő pap azt mondta, hogy soha életében ezt a román atyát magyarul megszólalni nyilvánosság előtt nem hallották. Megtalálni egymás kezét. Isten egymásra bízott minket. Együtt boldogulhatunk. Egy nagy vállalatnak a vezetője, egy fiatal, sikeres ember, csodálkozott azon, hogy a sofőrje milyen nyugodt, milyen nagy méltósággal
végzi a munkáját. Egyik alkalommal, ahogy pont a sofőr háza környékén mentek az autóval, mondta, hogy beugorhatnánk magához, hallottam, hogy gyönyörű szép a kertjük. Sofőr bólintott, hogy beléptek a házba, a fiatal dúsgazdag főnök ámulattal látta, hogy régi, antik bútorok vannak a lakásban. Aztán odalépett egy képhez, ott meglátta a sofőrjét, főnemesi díszruhában, egy gyönyörű szép csillogó Mercedes mellett. Akkor hirtelen rádöbbent, hogy ki is volt valaha ez a sofőr. Megkérdezte tőle, maga hogy tudta ezt földolgozni? Mire az öreg sofőr elmosolyodott, azt mondta, édesapámnak volt egy nagyon különleges mondása. Azt mondta, a sorsodat viselheted úgy, mint egy púpot. Akkor összeroskadsz alatta. De viselheted úgy is, mint keresztet. Akkor ember leszel, fiam. Aztán még hozzátette, mire megöregszel, talán azt is megérted, hogy nem te hordozod a keresztet, hanem a kereszt hordoz téged. Az öreg sofőr még hozzátette, ez az én örökségem. Kedves magyar testvérek, Isten keresztet rakott a vállunkra. Ne úgy viseljük, mint púpot. Úgy viseljük, mint keresztet. Engedjük, hogy tanítson minket alázatra, együttérzésre, hitre. Ez a talpraállásunk egyetlen útja.